a magyar politikai élet vezető köreiben lehetnek különböző nagyhatalmak ügynökei. Ugye ezt állította tegnap itt a stúdióban Földi László. A C-típusú átvilágítás, amelyen az államigazgatásban igaz, állami dolgozók mindegyike átesik, elvileg ezt kiszűrhetné, de a gyakorlatban könnyen át lehet menni rajta. Benyúrít összeállítása. Olyan emberek lehetnek ma a magyar politikában, akik különböző országok titkos állnak nagyon szoros kapcsolatban, nem csak az oroszokkal. Tehát ön azt állítja, hogy a, magyar, hogy a legfontosabb magyar politikai szereplők között is lehetnek, hogy úgy mondjam, kémek. Ilyen olyan kémek hírszerzők. Én azt állítom, hogy igen. Földi László, aki az első Orbán kormány alatt vezette az információs hivatalt, beszélt erről tegnapi adásunkban. Angela Merkel telefonjainak lehallgatása óta egyetlen ország esetében sem meglepő egy ilyen állítás. Például az amerikaiaknak, az oroszoknak stratégiai fontosságú Magyarország. Azt persze nehéz meghatározni, milyen széles az a legmagasabb politikai kör, amelyben földi szerint kémek vannak, de több százas körről beszélhetünk. Az államigazgatásban dolgozóknak úgynevezett C-típusú átvilágításon kell átesniük, részben éppen annak kiszűrésére, hogy nem dolgoznak-e más országok titkos szolgálatainak. Átnézik a vizsgált személy magánéletét, hogy zsarolható-e például szexuális orientációjával, alkohol vagy drog problémákkal, esetleg házasságtöréssel. Azt is, hogy a múltjában volt-e bármilyen kapcsolat a szélsőséges szervezetekkel. Emellett akár tarthatnak titkos házkutatást, megfigyelhetik, lehallgathatják külön engedély nélkül, és a leveleibe is belenézhetnek. Az ellenőrzés csak a kockázatok megállapítására alkalmas, például, hogy valaki zsarolható lehet -e. Profi kémek, ügynökök könnyedén átcsúszhatnak rajta. A munkámmal kapcsolatos Az utóbbi évek egyetlen ismert magyarországi kémügye Kovács Béla Jobbikos európai parlamenti képviselő esete. Hosszú időn keresztül szervezetten és konspiráltan működött együtt a titkosszolgálatokkal. A gyanú szerint Kovács Béla kapcsolatban állt az orosz titkos szolgálattal. Emiatt az Unióban is kérték a mentelmi jogának a felfüggesztését, erről március 9-én várható döntés. Benyórita, 724.